Mai vendégünk Stáli Kata, pszichológus, gyerekjogi szakértő, a Hintalobon Alapítvány munkatársa. Szia Kata! Szia, köszönöm a meghívást! Aktuális témánk a gyerekek és a közösségi média. Mit tehet egy szülő azzal kapcsolatban, hogyha a gyermeke akár túlzottan fönn van a közösségi média, vagy valamilyen zaklatás éri? Kicsit mesélnétek a hintalomon, vagy mesélnél a Hintalobon munkájáról, hogy mivel is foglalkoztok? A Intelovon alapítvány nem olyan nagyon régi, 2016 óta létezik. Ö, gyerekjogi tanácsadással indultunk, illetve volt egy ilyen oldalunk a juarnatelon, röviden mozaik, szóval jelon.hu oldalunk, ami elsősorban a 10 és 18 éves korosztálynak a szexuális edukációjával foglalkozott. Ez volt a két fő ö, induló vonal. Azóta azért sokkal-sokkal több mindennel foglalkozik már az alapítvány, de elsősorban a gyerekek erőszaktól való védelme, ö, illetve az oktatáshoz való joguk, és ennek kap a szülőket, a szakembereket, és valamilyen mértékben azért a gyerekeket is megszólítjuk, de elsősorban a szülőkhez és szakemberekhez szólunk. Ha nagyon röviden kell fogalmazni, akkor azt szoktuk mondani, hogy azért dolgozunk, hogy jobb hely legyen Magyarország a gyerekeknek, jobb legyen itt gyereknek lenni. A beszélgetésünk első felében egy kicsit a gyors kérdéseké a főszerep, amiben egy pár szóba válaszolj. Szerinted mi a legfontosabb tulajdonság, amivel a szülőnek rendelkeznie kell a jövőben? A rugalmasság. Ennyire gyorsan válaszok, vagy az ennél többet vagy? Egy picit kifejtetett, <laughs> hogyha. <gül> Hú, én azt hiszem, hogy, hogy és ez nem csak a digitális világra, hanem úgy bármire a környezetvédelemre, vagy a bármi másra az oktatásra gondolunk. Akkor az, hogy egy szülő azt tudja közvetíteni a, a gyereke felé, hogy jól tudjunk alkalmazkodni ahhoz, a, a, amilyen iszonyatosan gyorsan változó világban vagyunk, és szerintem ehhez már nekünk, szülőknek is dolgunk ez, vagy így felnőtteknek. Persze rögtön eszembe itt még egy csomó nagyon fontos dolog, mint a kritikus gondolkodás, meg a sokkal tudatosabb jelenlét, úgy amúgy is az életünkben. És a digitális életünkben felnőttként, mert hogy mit közvetítünk a gyerekek felé az ott kezdődik, hogy mi mit csinálunk. Mely közösségi a közösségi média platforma leginkább problémás a gyerekek számára, vagy van -e esetleg különbség a különböző platformok között. Hú, milyen jó kérdés ez! Azt gondolom, a TikTokot szokták elsősorban kiemelni, hogy az, az a gyorsaságával, meg az teljesen ellenőrizhetetlen tartalmaival nagyon nem jó. Azért a Discord is ott, ott van a, 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 ezek között, a platformok között, hiszen ott a játék közben az anonimitás álcája, vagy az anonimitásba burkolva nagyon könnyű megtéveszteni, vagy becserkészni, vagy mindenfélét a gyerekekkel szemben elkövetni, ami az nincsen rendben. Ha azt nézzük, hogy a reklámok vagy az álhíreknek milyen káros hatása vannak a gyerekekre, akkor az minden egyes platformon ugyanúgy megjelenik. Mely korosztályra a legveszélyesebb a közösségi hmm. média? van -e esetleg Úristen, különbség? ez tényleg egy gyors kérdés. <gül> <gül> Nagyon más veszélyek leselkednek a gyerekekre, hogyha én nyugodtan mondanám a 0-3 éves korosztályt is, azt gondolnánk, hogy hát ők még nem használnak mobilt, mi baj lehet? Na de... A szülők hogyan posztolnak, hogyan viselkednek online az ő gyerekük fotoival, felvételeivel. Szóval ö, nem nagyon tudok olyan korosztályt mondani, akit, akit kevésbé kellene félteni. Nyilván a kamaszokat szoktuk aztán kiemelni, hogy akik már ami már nem is kamaszkor, amikor először nem álló a mobilt hasz, ha, kapnak a gyerekek, hanem nagyon sokszor, ahogy az iskolába belépnek, hat évesen, vagy azért vagy mondjuk 10 fölött, szóval nagyon nehéz kiemelni, mert minden korosztályban van olyan ö, probléma, vagy olyan veszély, vagy olyan kockázat, amire amire ilyen nagyon oda kell figyelni. És ö, talán nyilván még a nagyon kicsi gyerekeknél a szülő az egyedüli felelős, vagy aki körülötte van, azért egy óvoda, vagy egy bölcsőde milyen képeket oszt meg a gyerekekről, abis is bele lehetne menni, az is egy nagyon fontos téma szerintem. És attól kezdve, hogy a gyereknek is van önálló mobil használata vagy eszköze, és a szülőnek is van, akkor lehet, hogy azt mondhatjuk, hogy az annyi van veszélyesebb, hogy ott már két, minimum két fajta tudatosság kell, ami ugye rögtön azért sok felé vezet. Nagyon sok lezáratlan kérdés volt ebben a részben, úgyhogy szerintem bő, kicsit fejtsük is ki. Milyen veszélyekkel néz szemben egy gyerek, amikor a közösségi médiát használja bármilyen platformot? Mik azok, amikkel a leggyakrabban fordulnak hozzátok? Én azzal kezdeném erre a választ, hogy mi sokszor kérdezzük meg a gyerekeket mindenféle kérdésben, többek között az online jelenlétük kapcsán is, mert Amúgy is azt gondoljuk, hogy gyerekjogi alapítványként furcsa lenne úgy beszélni meg olyan értékeket megfogalmazni, hogyha mi magukat a gyerekeket nem tesszük bele, vagy őket nem kérdezzük meg. Ezért dolgozunk is együtt gyerekekkel, őket hívjuk kiskorú kollégáinknak, akik 13-18 éves gyerekek, 18-es korukig vannak velünk, és önkéntesen egy csomó mindenben részt vesznek. De természetesen. Ö Ilyen podcastokon is sokszor itt ülnek velünk, és főleg ami az online biztonságot érinti, mert nagyon azt látjuk, hogy a szülők eszköztelenek, az intézmények is, de elsősorban a szülőknek iszonyatosan sok kérdése van. A, Például erre, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek a gyerekekre. Ezekre a gyerekekre sokszor, a gyerekek sokszor nagyon jól megadják a választ, mert mi persze kutatásokat idézhetünk, meg sok mindent olvashatunk arról, hogy mik leselkednek a gyerekekre, de ők viszont ezt tapasztalják, és tudják, ha nem is saját bőrön, de a kortársaikon keresztül, és hát sok csatornán keresztül. És amikor megkérdeztük a gyerekeket akár egy kutatás kapcsán is, akkor ők azért, ha azt a kérdést tettük fel, hogy hol érzik magukat biztonságban, és mondjuk ilyen válaszok lehetőségeket adtuk nekik, hogy az otthon, a saját az iskolájukban, vagy a falujukban, ahol laknak, vagy a városukban, vagy az online térben, akkor ott mindegy negyedik gyerek azt mondta, hogy az online térben nagyon bizonytalannak érzi magát. Szóval ők maguk is azt tapasztalják, hogy azért az egy nyolc autópálya, ami így akár bukós isak, vagy hát nyilván bukós isak mennem, de hogy a, vagy nem érne sokat, de hogy sokszor mindenféle védőfelszerelés nélkül kelnek át, vagy kell ők, szóval, hogy kell átkelniük, szóval, hogy azért ez egy olyan terület, amiről még most is csak esetleg a nyolc sávot látjuk, de azért azt tudjuk, hogy akár száz sávos is lehet, szóval nem is vagyunk tisztában, még mi felnőttek se, és ezért még sokszor maguk a gyerek se, gyerekek se, hogy mi minden veszély les rájuk. De amiket ők mondanak erre, az, ami a legjobban zavarja őket, azok az álhírek és a reklámok, és az álhírekben, itt az elején ugye mondtam a tudatos gondolkodást, a kritikus gondolkodást, Hát ezt nyilván nekünk felnőtteknek is nagyon kell gyakorolnunk, és van hova fejlődnünk benne, de hogy a gyerekeket minél hamarabb, pláne, hogy már önálló használók, akkor ebben, ebben nagyon, mű, nagyon segíteni őket, ez nagyon fontos, de hogy az iskola, vagy az online iskolai bántalmazástól kezdve azok a nagyon káros tartalmakat népszerűsítő honlapok, amik mondjuk az öngyilkosságot, vagy az anorexiát népszerűsítik, vagy esetleg tippeket adnak ezekre, ez is nagyon tud, tehát nagyon nagy veszélyforrás. Akkor nyilván a szexualitásra kapcsolatban is egy csomó szexuális ragadozó nagyon könnyen tud az online térben a gyerekek nagyon könnyű célponttá válnak. Hát, ami nem csak a gyerekeket, hanem felnőtteket is, az adatainknak a védelme az adatokkal való abszolút visszaélés is egy veszélyforrása. És hát ami az iskolában történik, iskolai online bántalmazás, meg ami úgy amúgy például, ahogy említettem, a Discord felületen, a játék közben, anonimitásban, abszolút kizsákmányolás, hú, ezek jutnak így hirtelen először eszembe, hogy mennyi minden van, amitől védenünk kell a gyerekeket. Szerintem a köznyelvben a leginkább ugye ez a cyberbullying vagy internetes zaklatás terjed, de én meglepően hallom, hogy például az álhírek is okozhatnak problémát a gyerkőcöknél. Tudsz esetleg egy példát mondani erre, amit akár tapasztaltatok, hogy az álhírek hogyan tudják befolyásolni a gyermekek mindennapjait, vagy milyen veszélyt jelenthetnek rájuk? Hát ugye azt tudjuk, hogy a közösségi média az úgy működik, hogy a közösség teszi össze, és attól kezdve, hogy és a megosztásra épül, meg az interakcióra épül, és azt is tudjuk, hogy igazából az utóbbi másfél évtizedben, amióta ez így abszolút ilyen mértékig nőtte ki magát, vagy ide fejlődött, azóta elsődleges hírforrássá vált. Tehát sokszor ugye mi felnőttként is a, a közösségi média oldalról kattintunk át, aztán a híroldalakra. A, ami ennek a háttere, azok az algoritmusok mindig ugyan, ö, hát ahogy ezek működnek, arról már azt hiszem, ti is sokat beszéltetek, de hogy nem konkrét példát tudok mondani, hanem attól kezdve, hogy a, a gyerekekben minél kisebbek, annál kisebb tudatosság van. Hát miért lenne tudatosság úgy amúgy is a, egy 9-10 éves gyerekben mondjuk egy hírolvasása kapcsán, amit lehet, hogy ő nem kért, de kapott, arra rákat. Vagy egy 14 éves gyerekről már azt gondoljuk, hogy nagyobb, jobban lehet ebbe tudatos, de de akár közösségi nyomásra, hogyha mondjuk már 18 osztálytársa ezt megosztotta, akkor nem biztos, hogy be, bekapcsol benne az a fék, hogy vajon ez igaz vagy nem igaz így még mi felnőttek is nagyon ritkán gondolkozunk, hanem az valószínűleg igaz. Szóval, hogy így, amikor mi is megtéveszthetőek vagyunk felnőttként, akkor nagyon nehéz ebben valahogy nagyon jól instruálni a gyerekeket, hogy mi az az, ami álhír, és mi az, ami nem. Azt hiszem az online biztonságról, amikor beszélünk a gyerekek kapcsán, akár szülőként, akár iskolaként, intézményként, akkor az egyik legfontosabb téma ma, ami a prevenció, vagyis a megelőzés szempontjából az, hogy beszéljünk ezekről. Mert hogyha ha már önmagában nem is hívunk egy külső előadót, vagy valaki olyat, olyat, aki erről többet tud, ha csak a gyerekekre kell etika órán, nem tudom erre mennyire van lehetőség, vagy osztályfőnök órán beszélünk, az, amit ők behoznak, saját tapasztalataik, az, amit egymással meg tudnak osztani, az iszonyatosan értékes és nagyon informatív a többieknek. Számtalan veszély leselkedik a felnőttekre, és én is naponta kapok három üzenetet, hogy valamilyen csomagom érkezett, ami igazából nem is érkezett, és ugye számomra is sokszor meg kollégáimtól is hallom, hogy azért megtévesztő, és hogy vannak azért felnőttek is, akik ebbe a csapdába beleesnek, és akár bizonyos összegeket elveszítenek, mert rossz helyre kattintanak, vagy olyan adatokat adnak meg. Úgyhogy nem meglepő, hogy ugye a gyermekek, akiknél a kritikus gondolkodás sokkal fejletlenebb, akár a tapasztalatlanságból fakadó hiányok, Rengeteg, rengeteg olyan problémát idézhetnek elő, ami akár az egész családnak problémát jelenthet. Ugye az internetes zaklatás az szerintem nagyon. Rondon van a napjainkban, nagyon sokat beszélnek róla, hogy a gyermekeknél, ami régen ugye iskolai zaklatás volt, az iskolai órák után véget ért, az most már az online térben folytatódik. Akár osztálytás részéről, akár egy olyan ismerős részéről, akit nem is ismer, hanem mondjuk a Discord felületen, Discord felületen találkoznak először. Még a tapasztalatok, hogy ez a zaklatás képes annyira megterhelni a gyermekeket, hogy akár más betegséghez is vezethet, akár itt szorong depresszió gyilkossági csak Fordulnak esetleg hozzátok ezekkel a problémákkal a gyermekek? Igen, abszolút. Mármint mindkétszer igen a válaszot, válasz erre a kérdésre, hogy okozhat-e ez ilyen hosszú távú és komoly, komoly, eléggé komoly problémát a gyerekeknek. Totálisan igen. Az, hogy mennyire fordulnak hozzánk gyerekek, arra az a válaszom, hogy mi nyitottak vagyunk van online fogadóránk, amire bárki jelentkezhet, Ez havonta egy alkalommal tartjuk, és ide szülők, szakemberek és gyerekek is jöhetnek a hintalovon.hu oldalán keresztül lehet regisztrálni, ingyenes ez a lehetőség. De azért a legritkább esetben keresnek fel bennünk gyereke, bennünket gyerekek, sokkal többször szülők és szakemberek. Ami a legtipikusabb ügytípusunk, azért az nem az iskolai bántalmazás, hanem, a vállás, kapcsolattartás és ezen keresztül, vagy ebben a helyzetben a gyerekek hol vannak, hmm. vagy mik a jogaik, milyen, ö, hogyan lehet jól, vagy jobban csinálni, ö, akár még vállás előtt, volt már olyan példánk is, hogy valaki vállás előtt keresett meg, hogy hogyan készítheti fel a gyerekét jól, erre a amúgy nagyon megterhelő helyzetre mindenkinek de ez, bezárom ezt a zárójelet, hiszen az iskolai bántalmazásról kérdeztél, és igen, keresnek meg bennünket iskolai bántalmazás kapcsán, és azért, amit tapasztalunk, az tényleg az, hogy, hogy mintha ez már nem is lenne egymás nélkül az online, az offline nélkül, és az offline az online nélkül. Szóval, hogy attól kezdve, hogy a gyerekeknek van mobiltelefonjuk, ritka az, hogy, hogy az iskolapadjai, vagy a szünetben, vagy a, az udvaron keletkezik egy ilyen bullying helyzet, amire mindjárt kitérek, hogy az, hogyha a bullying helyzetről beszélünk, azért azt egy kicsit jó, ha definiáljuk, az ne térne át az online térre, hiszen amit te is említettél, hogy ez a 0-24 órában elérhető, szóval az, ami még a mikorosztályunknak, vagy a mondjuk 20 évvel, 30 évvel ezelőtti iskolás gyerekeknek megadatott, vagy úgy mondom, hogy előny volt ebben a az is egy nehéz helyzet volt. De az, hogy ott, ha kiléptem délután kettőkor az iskola kapuján, akkor vehettem egy nagy levegőt abba, hogy jó, most hazamegyek, megpróbálom elfelejteni, próbálok beszélni a szüleimmel jó esetben erről, és kapok esetleg ebbe egy jó tanácsot, vagy legalább megnyugtatást. Az ma már nincsen, vagy lehet ez az út, de hogy ez pont ugyanúgy folytatódik, és még azt is mondhatnám, hogy sokkal nehezebben folytatódik, hiszen az arctalanságban, hogyha ez nem ismerős, követi el, ö, akkor az arctalanságba is tud burkolózni, illetve az, hogy olyan értelemben is mindenki arctalan, hogy a reakciókat sem látom. Hiszen ha valakivel szemben állok az iskola udvarán, és úgy mondok neki nagyon csúnya dolgokat, akkor egy idő után, ha elkezd sírni, vagy, vagy látom azért az arcán, vagy többiek reakcióján is látom, hogy hogy, ő, hogy érzi magát, az tud egy nagyon visszatartó erő lenni abban, hogy én ezt befejezzem. Ezt az online térben nem látom, ezért sokkal súlyosabb dolgokat tudunk mondani egymásnak. Mi felnőttek is, de a gyerekek ugyanígy, és sokkal, sokkal tovább, tehát ezt a határt, amit esetleg megtartanánk az offline térben, azt az online térben nagyon el tudjuk felejteni, úgyhogy ez ez sokkal mélyebbre tud menni, ugye ez azért az érzelmi bántalmazás kategóriája szokott lenni nagyon sok esetben, a gúnyolás, a kirekesztés, a, a szavakkal egymás bántása, és itt nagyon felhívnám a figyelmet, vagy amiről keveset szoktunk beszélni, akár offline, akár online iskolai bullyingról van szó, az a szemlélőknek a szerepe, meg hogy hogy vannak végül is jelen ezek a kortársak ezekben a helyzetekben. Mert hogy akkor beszélünk iskolai bántalmazásról, hogyha ezek a szerepek, hogy valaki a bántalmazó, valaki a bántalmazott, ezek beragadnak. Tehát hosszú időn keresztül bizonyos erőfölényt kihasználva mindig az egyik kapja a másiktól, vagy a másikaktól, mert nyilván ez egy csoport is lehet. De nagyon ritka az, ö, ezt is kutatások is, ö, is persze alá lehet támasztani, hogy ez a négy fal között történne, is csak két ö, szereplő között, vagy esetleg a WC-be történne, ahol kevesen vannak, sokkal nagyobb százalékba fordul elő az iskolaudvaron, vagy a, vagy a szünetekben, a folyosokon, ahol nagyon sokan vannak, sokszor felnőttek is vannak, és az online térben, ahol meg szintén általában van közösség, aki ezt, ö, ki ezt hallja, látja, végignézi, esetleg bele is száll. Azt szoktuk mondani, hogy, ö, hogy a iskolai bántalmazás, akár online, akár offline térben történik, a megoldás kulcsa az a közösségben van, az a közösséggel kell ahhoz foglalkoznunk, eleve a megelőzés oldaláról is, de a kezelés oldaláról is nyilván az áldozattal is kell, meg aki a bántalmazóval is kell, ezt is el szoktuk felejteni, hogy ha valaki bántalmazó szerepbe kerül, annak nagyon sok oka van, ha ő nem kap segítséget, akkor ezt vagy folytatja, vagy ő lesz aztán majd áldozat, szóval, hogy itt nagyon minden szereplőre ugyanolyan hangsúlyjal kell gondolnunk. Mit tehet egy szülő vagy egy pedagógus ezekben a helyzetekben, hogyha azt tapasztalja, vagy mondjuk a bántalmazott megkeresi akár a szülőt, akár a pedagógust, hogy, hogy már rendszeresen azt érzi, hogy bulingolva van, vannak erre praktikánk? Hát a legfontosabb praktika, amit az egyik kiskorú kollégánk mondott már többször, és én ezt nagyon jól megegyeztem, hogy először is hagyják, hogy végigmondjam, és ne kérdőjelezzék meg, és ne mondják azt nekem, hogy te mit tettél azért, hogy téged bántottak. Ezt szokta ő mondani, azért így mondom egyes szám. És ezt szerintem nagyon fontos szülőként is és tanárként is meghallanunk, hogy így is eljárnunk, hogy amikor valamit megoszt velünk a gyerekünk, vagy megoszt velünk az egyik tanítványunk, akkor ne lépjen be rögtön a, tehát az, hogy, hogy nem hiszem el, vagy az, hogy hogy mindenféle okot próbálok keresni arra, hogy vajon ez miért történt, hanem egyszerűen csak hallgassa meg őt, ha lehet beleszólás nélkül. Ezt tudom, hogy ilyen érzelmileg megterelő helyzetben szülőként, amikor valami olyat, olyasmit mond el nekünk, a gyerekünk, ami minket is érint, hiszen elkezdünk aggódni, dühösek leszünk. Mindenféle érzelem elő minket, akkor nehéz megállni azt, hogy hogy ne rögtön a megoldást keresse, vagy ne rögtön próbáljak valamit, cselek valamit cselekedni. De ez nagyon fontos lenne, hogy először azt halljuk, hallgassuk meg, hogy ő miben van, hogy mi történt, és hogy érzi magát ebben a helyzetben, és azt is, hogy ő neki mi lenne a segítség. Nagyon nagy az esély arra, hogy azt fogja mondani, hogy én ezt most elmondtam, de ne menj be az osztályfőnökhöz, meg ne menj el a másik szülőhöz, mert akkor nekem sokkal rosszabb lesz. Szóval ezt is fontos meghallani. És aztán szülőként ő, átgondolni azt, hogy ő, hát akkor mi a következő teendő? Az biztos, hogy a következő lép, amit teszek lépésként, abból ne hagyjam ki a gyereket. Szóval ne úgy zárjak le egy ilyen beszélgetést, hogy fú, jól valamit megmondok neki, jó esélye megvigasztalom, vagy kicsi, próbálom támogatni őt ebben, hogy ez nehéz. De hogyha én tudom, hogy mindjárt föl fogom hívni a szülőt, és holnap biztos, hogy az igazgatónél kötök ki, erről fontos neki tudnia is. És hogyha ebben nem értünk egyet, mert ő ezt nem szeretné, akkor a valahogy el kell jutnom oda, hogy mármint szülőként oda, hogy tényleg megtehetem -e azt, hogy olyan súlyú ez az egész helyzet, hogy megtehetem-e azt, hogy holnap még nem rohannak az igazgatóhoz, és inkább még ketten mi beszélünk erről, hogy mibe van, vagy nem, ez már az a helyzet, ami azért veszélyes eléggé, akkor viszont ezt el kell mondanom neki, hogy én értem, hogy te, de a te és valószínűleg a közösség és a többiek védelme érdekében, meg a biztonságod érdekében, én be fogok menni, és ezt el fogom mondani. Közösen remélem, hogy jutunk egy olyan megállapodásra. Ennek az egésznek az a lényeg, hogy ne hagyjuk ki a gyereket abból, hogy mit fogunk tenni, akár szülőként vagyunk, akár hallottunk egy másik szülő, másik, másik gyerekéről, mert azért amiket látunk, vagy tapasztalunk reakciók, az hát az sokszor a nagyon, nagyon vehemens, nagyon adhok megoldások a szülők részéről, ami egyrésztről totálisan érthető, mert ez, egy, mert ez a gyerekemmel kapcsolatban történt valami, akkor nagyon szeretnék ő nagyon, nagyon gyorsan cselekedni, csak sokszor ebből maga a gyerek maradt ki az Itt is akkor egy ilyen közösségi szemléletet kell néznünk, mm. hogy az egész rendszert próbáljuk meg megjavítani. És ugye, ami a, talán itt a legfontosabb, amit említettél, hogy ugye maga a gyerekszülő kapcsolat, mm -hmm. az nagyon fontos. Talán olyan szempontból is, hogy az a bizalom, hogyha megvan közöttük, hogy el, elmeri mondani egyáltalán, hogy zaklatás áldozata, és kér segítséget, az az első lépése, vagy a nulladik lépése ennek a... Folyamatnak, um, ha jól gondolom. Igen, és akkor a mínusz egyedik lépése pedig az, hogy ugye sokszor mondjuk azt a gyerekeknek utólag, hogy de miért nem szóltál korábban tudtam volna segíteni. De ha meg a másik oldalt nézzük a gyerekek oldalát, hát nagyon, tehát mi felnőttként hogy tudunk segítséget kérni? Nagyon nehezen. Hát a gyerekek még nehezebben, szóval nem csak a minta az, hogy ér segítséget kérni, hogy én, én lehetek gyenge bizonyos helyzetekben, ezek nem szoktak olyan pozitív erők lenni, vagy ilyen pozitív minták, hogy mi felnőttek ebbe olyan nagyon jók lennénk, és ezt mutatjuk a gyerekeknek is. Másrészt azért ha egy kicsi gyerekre gondolunk, mert most így valahogy így a kamaszkorosztály lebeget szerintem a szemünk előtt, amikor erről beszéltünk, hát kerülhetnek a 6-7 évesek, vagy bárki olyan helyzetbe, amit jó lenne, ha lenne körülött egy olyan felnőtt, akinek tud szólni. Nagyon jó, hogyha a szülővel van egy ilyen bizalmi kapcsolat, amiben benne van ez, hogyha baj van, akkor is a szülőmhöz fordulok. Tudom, hogy ez azért nem mindig van így. Nagyon jó lenne, ha az iskolában is lenne olyan bizalmi felnőtt, akihez bátran fordulok, és nincs rossz tapasztalatom arról, hogy ha fordultam korábban, akkor, akkor egyrészt meghallgattak, másrészt olyan segítséget adtak, amitől nekem azért jobb lett. Szóval ez is egy, tud lenni egy ilyen visszatartó erő, hogy a gyerekek szóljanak de mi van, ha a gyerekeknek nincsenek erre szavaik? Nem minden gyerek tud egyáltalán jól megfogalmazni, már csak a korából, vagy, vagy a személyiségéből ö, eredendően, hogy neki most mi a problémája, és azért ő fülekre találjon. De azt tudjuk, hogy a gyerekek nem csak szavakkal szólnak, a viselkedésükkel, a, a ruházkodásukkal, a ját, ahogyan játszanak. Szóval, hogy ha szülőként, vagy pedagógusként vagyunk a gyerekek mellett, akkor azt hiszem, az egy fontos szempont, hogy a viselkedéseknek a megváltozása az az, ami lehet egy Jel. Erre persze rögtön lehet azt mondani, de hát a kamasznak a viselkedés ez naponta megváltozik. Hát akkor az, hogy bevágja az ajtót és kapucnis pulóvert hord, az lehet egy bántalmazás jele is, de lehet az, hogy szimplán csak a korosztálya. És hát ez így van. Szóval, hogy abszolút nehéz pálya ez az egész kérdés, de mivel szülőként is és pedagógusként is naponta látjuk a gyerekeket, ebből a szempontból van egy könnyű, könnyebb helyzetünk, hogy ezeket a változásokat, ha valamire úgy gyanakszunk, akkor azért nyomon tudjuk követni, hogy valami megváltozik, és ha pedig szexuális határátlépés vagy szexuális bántalmazás éri esetleg a gyerekünket, akár az online térben, akár nem az online térben, akkor azt megfogalmazni, vagy egyáltalán, hogy szavai legyenek a gyerekeknek erre, hát az meg aztán még egy még egy sokkal nehezebb feladat a gyerekek oldaláról. Említetted a megelőzést? Ez már a megelőzés, maga ez a bizalom kiépítése, és hogy legyenek akár olyan bizalmasok, vagy van esetleg más hát abszolút, megelőzéshez köthető? Ez abszolút a megelőzés vala azt szoktuk mondani, hogy a kritikus. Sok szülő akkor veszi elő ilyen rossz szóval a gyerekét, vagy akkor ülteti le, hogy na most akkor beszéljünk, amikor ilyen alkalom van, hogy valamit meg kell oldani, vagy valami probléma van. Pedig tudjuk azt, hogyha ez amúgy a gyerek és a szülő kapcsolatban benne van, az, hogy mi beszélgetünk. Ugye azért nem olyan jó statisztikáink vannak arra nézve, hogy hány percet töltenek úgy szülők, gyerekek naponta együtt, akár Magyarországon is érdemi beszélgetéssel, szóval nem a, a mi volt az ebéd az iskolában, típusú beszélgetésekkel, hanem hogy amúgy ki hogy van, és hány, hány család ül le vacsorázni közösen, szóval ilyen apróságoknak tűnő, de abszolút nem apróságokról beszélünk, akkor azért erre az adatok, ez ilyen 7 percnél jár a napi szinten, hogy mennyi időt töltünk úgy gyerekekkel, hogy valóban rájuk figyelünk. Természetesen ez nagyon az átlag, és ö, ö, nagyon jó, és nagyon rossz tapasztalata van szerintem mindenkinek ebben, ha körülnéz tudjuk, hogy mi van a gyerekünkkel, tudjuk, hogy az iskolában nagyjából mi történik, és tudjuk, hogy az online térben hogy van, mi történik. Az, hogyha nem csak akkor, nem csak elvesszük a mobilját, hogyha a rossz egyet hozott haza, vagy nem csinálta meg a leckét, akkor nincs meseidő, vagy nincs játékidő, tehát ilyen jutalombüntetés, meg szabályozásra használjuk például ezeket az eszközöket, az nagyban segíti azt a bizalmat, meg azt a kommunikációt, ami egy szülő-gyerek kapcsolatban benne lehet. És például, hogyha én érdeklődök, nem krízis helyzetben, hanem úgy általában érdeklődök arról, hogy mit csinál ő a neten, hogy, hogy milyen appokat használ éppen, kivel játszott, milyen zenét hallgat, vagy esetleg én is megosztom vele, hogy én a követem a nem tudom, a radar, flight radar vagy bármit. Tehát van az online tevékenységeinkről egy kommunikáció kettőnk között a gyerekünkkel, akkor azért egy ilyen csatornát biztosítok számára arra, azon kívül, hogy kicsit jobban tudom, hogy mi van velem, mert természetesen így is egy csomó mindent nem fogok tudni, de azt tudja, hogy velem van egy ilyen kapcsolata, amiben ez is benne van. Akkor, hogyha bajba kerül, akkor ez a kapcsolat, vagy ez a nyitott ajtó, amit én nyitva hagytam, bízunk, bízunk abban szülőként, hogy ezen akkor ő be fog akkor is jönni, hogyha esetleg bajba kerül. Szóval abszolút a megelőzés része szerintem minden szempontból a kapcsolatépítés. Az, hogy milyen prevenciót lehet, ez inkább az intézményi keretek között az azért sok mindent lehet tanárként is, és nem csak azt, amit gondolnak esetleg iskola vezetők, hogy hát akkor most képzést kell tartanunk a, tan a tanároknak, vagy külső szakértőt kell meghívnunk, vagy ilyesmi, ami persze nagyon jó, hogyha így gondolkodik, vagy van iskola, pszichológus, prevenciós foglalkozásokat tart, különösen a veszélyeztetettebb, mondjuk 5.-6.-ban, ahol ez a bullying, az kiszokott hirtelen emelkedni, de nem csak így ilyen szinten gondolkozik a prevencióban, hanem úgy is, hogy a tanárok szimplán olyan módszereket használnak, mondjuk egy angol órán, hogy nem a versengést fogom ö, díjazni, hanem mondjuk az együttműködést, hogy esetleg ö, ültetem a gyerekeket, ö, rendszeres az, hogy néha nem csak büntetésből ültetem, hogy most te innen, mert most nem, nem, jó, nem jó az, amit látok, hanem, hanem van egy ilyen rendszer abban, hogy a gyerekek egymással kicsit mozognak abban, hogy ki kivel, hogy van, más részét is megismeri, és még egy minden van, amit szerintem iskola szinten is lehet tenni a prevenció érdekében. Mielőtt itt tovább mélyednénk a negatív mocsárban, szerintem érdemes beszélni arról, hogy ugye a játszó téren mondjuk a gyermekek ugyanúgy kipróbálnak új játékokat, ugyanúgy egymással is játszanak, megosztják a különböző élményeiket. Ugye a virtuális térben, a különböző platformokon, és nagyon jó, hogy behoztad a Discordot, talán az a legjobb példa erre, akár ismeretlen személyekkel létesítenek kapcsolatot, akár én sokszor hallom, hogy baráti kapcsolatok is kialakulnak, legalábbis úgy tekintenek ezekre a társakra, mint mintha barátok lennének. Ennek kapcsán van pozitív, pozitív hozadék a, virtuális kapcsolatoknak, vagy ez egy ambivalens dolog, hogy akkor az virtuális, az nem is lehet jó, vagy ez, mm. ez erre így hogy kell tekinteni? Fú, nagyon örülök ennek a kérdésednek, azért, mert tényleg, ha csak idáig beszélünk, és így befejezzük, a, a, akkor az úgy tűnik, hogy, hogy ahogy a mobiltelefon az maga az ördög, és inkább dobjuk ki. És ha meg a saját mobil használatunkra gondolunk felnőttként, hát egy csomó minden olyasmire használjuk, ami, ami megkönnyíti az életünket, amellett, hogy valami meg megnehezíti az életünket, főleg ami az idő Koordinálását jelenti, vagy hogy mivel foglalkozunk igazából a, az eszközeinket, de hogy nem csak az oktatás területén lehet nagyon sok mindenre, és én tényleg pont múlt héten beszélgettem egy tanárral arra, hogy a COVID-helyzetről, hogy az ott az online oktatás során ő ezt hogyan kezelte, és ő például nagyon sok pozitívumot tudott megfogalmazni, hogy mennyire megkönnyíti az ő mondjuk nyelvtanár, Azt gondolom, hogy azért lehet különbség tanári pályák vagy szakmák között abban, hogy hol könnyíti meg jobban, és hol ö, ö, esetleg nehezíti, ö, de hogy nagyon sok pozitív dolgot lehet megfogalmazni az eszközhasználat kapcsán az oktatásban. Az, hogy így ugye a gyerekek de mit szoktunk mondani a gyerekeknek sokszor szülőként, hogy már megint a miért nem focizol, kint meg a barátaiddal a gangon játszol, ahogy azt mi tettük anno húsz évvel ezelőtt, de hogy az egy nagyon fontos elfogadnunk azt, hogy nekik ez a focipálya, meg ez a kinti gang, az, hogy egymással új kapcsolatokat létesítenek, vagy esetleg azok a kapcsolataik, amik az offline, vagy a, tehát az iskolában vannak, azok az online térbe is ő átmennek, az nem egy al alapvetően rossz dolog, sőt, lehet egy sokkal. Tágabb ö, ö, kör, akikkel így tudnak kapcsolatba lépni. Hány gyerek tanul meg angolul sokkal jobban azért, mert olyan sorozatot néz, vagy vagy esetleg Új-Zélandon talált egy olyan ö, ö, játszótársat, mondjuk a Discordon keresztül, akivel csak angolul tud, vagy bármilyen más nyelven. Szóval, hogy tényleg fontos, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy ez így, ez, ez, ez egy katasztrofálisan nagyon rossz valami, hanem úgy beszéljünk róla, hogy nagyon sok lehetőség van ö, a gyerekeknek a, akár fejlesztésére is. Persze, szerintem, ez ez egy csúszós téma, hogy a fejlesztésre hogyan használhatjuk, mert már nagyon sokszor a bölcsisóvis korosztálynál is fejlesztés szímszó alatt bevonják ezeket az eszközöket, ami, velén kevésbé tudok egyetérteni, de nagyobb korosztálynál szerintem akár nagyon fontos eszköz is lehet. Szóval igen, a sok veszély mellett, ami tagadhatatlan, azt gondolom, hogy ezért fontos ezekről beszélnünk, mert hogyha ezek, ha ha, 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 nem tabuként kezelünk ezt, ilyen dolgokat, hanem mi felnőttek is sokkal tudatosabban állunk, hogy milyen veszélyek leselkednek, és mi mindent Azért, hogy ezeket megelőzzük, vagy ha már bekövetkezett, akkor viszont mit csináljunk? Ugyanígy a gyerekeinkkel is kell beszélni, akik, főleg akik már önálló mobilhasználók. A gyerekünk szemébe se annyira jó, ha állandóan csak akkor van szó a mobileszközről, hogy hogyha ahhoz valami baj kötődik. Mi a virtuális valóság kapcsán sokszor látjuk, hogy sokkal könnyebb akár ezekkel a gyerekekkel kapcsolódni a technológia használaton keresztül, és hogy akár így a motivációjuk is tud javulni, úgyhogy ezért, ami én nekem személyes tapasztalatom például egy, egy pozitív példa, hogy, hogy a technológia akár egy híd is lehet így a, a különböző személyek között. Amiről eddig beszéltünk, és ez valaki így elképzeli, akkor egy serdülőt képzel el magának. Viszont az internetes világ már tényleg nullától három éves korig, de leginkább az korban látom azt, hogy egyfajta ilyen digitális cumiként megjelenik sok esetben, és ami talán még vészjóslóbb, az pedig sokszor adatok védelme, a képek, amik kikerülnek a gyermekekről, a videók, amik esetleg felnőtt korban visszaüthetnek. Ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok, vagy mik az ajánlások, amit esetleg a szülőknek érdemes elsajátítaniuk, hiszen itt mégiscsak egy emberi lény jogairól és adatairól beszélünk. Hú, ez is egy nagyon nagy téma, hogyha először a kicsi korosztályt nézzük, hogy, hogy az óvodás vagy a nulla éves korosztálytól miért, nem is csak az adatvédelem szempontjából miért fontos ez a korosztály, az is nagyon fontos, de hogy ott, ott a szülői posztolások, amit egy kicsit erről már mondtam, hogy, hogy kiszolgáltatott helyzetben ábrázoló fotókat töltök fel a gyerekek, gyerekemről, vagy olyan videót osztok meg, amit nem biztos, hogy őrülni fog majd 16 éves korába, pedig tudjuk, hogy ezek pontosan ott fognak maradni, és nem csak a fotókról meg a fényképekről beszélünk, hanem akár az alatt elévő kommentekről, hogy miket kap egy általunk cukinak, vagy nagyon jó fotónak vélt ö, felvétel. Szóval az, hogy abból mi lesz, és hogyan fog reagálni erre majd a gyerekünk, és esetleg hogy lesz bullying áldozata pont egy ilyen általunk feltöltött kép hatására, az, az az így nagyon kiszámíthatatlan, és ami nagyon kiszámíthatatlan, azt jobb, ha nem tesszük, mert hogy nem nagyon tudjuk. Ugye attól kezdve, hogy rányomtunk a gombra, hogy megosztottuk, attól kezdve abszolút kikerül a, a mi kezünk közül, hogy mi történik a képpel. Azt azért tudjuk, hogy azt hiszem az Európol, az Interpol is minden ilyen nagyobb kiberbűnözéssel foglalkozó ö, szervezetnek az általa, általuk lefoglalt fotó egy harmadán, ami rengeteg fotó, azok, ö, azokon gyerekek találhatók, és azok a gyerekek is ö, egy és három év közötti gyerekek. És nem azok, amiket bűnözők készítenek gyerekekről, hogy aztán majd felhasználják, hanem azok, amiket mi szülők töltünk fel ezekről a saját gyerekeinkről, és a gyerekek saját magukról. Szóval, hogy azt gondoljuk, hogy ö, a meszelen, Képek, vagy, a, vagy a szexuális ö, olyan képek, amik valamilyen szexualitást ö, ábrázolnak, azok a veszélyesek, azok abszolút veszélyesek, de hogy nem csak azok. A, ezeknek, amiket az előbb említettem képeknek, a nagyobb része azok felöltözött gyerekek, de attól kezdve nem tudjuk befolyásolni, hogy milyen hashtaggel, melyik országban, milyen óriás plakáton használják fel akár így ö, a, a való világban, de hogy az online világban még a dark webre milyen gyorsan kerülnek ezek a... Ezért a megelőzésnek abszolút az a Ennél a kicsi is az a legfontosabb ö, ö, szempontja, hogy gondolkozzak, mielőtt megnyomozta, megnyomom azt a gombot, hogy vajon hol meg privától, mennyire nyilvánosan, tehát szimplán tényleg csak az ilyen nagyon ö, ö, alapvető funkcióban is gondolkozzak. Másrészt pedig gondoljak bele, hogy enne, ezt magamról megosztanék -e egy ugyanilyen képet, mi a célom a megosztásra. Szóval van néhány a mi honlapunkon is felelhető információ ennek kapcsán egy digitális szülő címszó alatt, ami például lesz mondjuk hogy 10 pont, amit átgondolj mielőtt, posztolod a gyerekedről a képet. Fú, hát itt ugye beszéltünk eddig a digitális lábnyomról, hogy ezt föl tenni kérdésként szülőknek, szakembereknek, hogy tudjuk-e, hogy mi ez a digitális lábnyom. És azért ö, nagyon sokszor mondják, hogy hát az, amit a gyerek magáról föltesz, az a digitális lábnyom. De ugye tudjuk, hogy ennél sokkal több, mert nem csak a gyerek, meg nem csak a fotó, hanem, ahogy így az előbb én is mondtam, a mindenki más a gyerek kapcsán föltesz és kommentel, és hogy ott aztán mik történnek, az mind a digitális lábnyomát ö, nyomja meg, úgy, hogy esetleg ő még nincs is a, ö, a virtuális világban. Azt tudjuk, hogy a közösségi médiára való regisztrációnak van egy korhatára, azt is tudjuk, hogy ezt milyen ö, könnyű kerülni, de azért 13 éves kor a Facebook, Instagram és ezeknek a nagyobb digitális, vagy a közösségi média való regisztrációnak a korhatára. Hát nem véletlen, hogy azért itt be van állítva egy viszonylag magas kor, bár ha meg a másik oldalról nézzük, a 13 éves se tud még annyira tudatos lenni, hogyha ezt valóban betartja, hogy ezek az elhírek az olyan kéretlen tartalmakkal tudjon mit kezdeni, de szóval, hogy ez egy jó kérdés, de azon kívül, hogy megkérdezzük, hogy mi a digitális lábnyom, vagy erről beszélgetünk szülőkkel, azt is megszoktuk kérdezni, hogy tudják-e mi az, hogy sexting, vagy tudják-e mi az, hogy grooming. Szóval vannak azért már olyan szavak, amiket ö, ö, esetleg a gyerekek használnak, vagy ö, tesznek, de nem tudjuk, hogy ilyenkor mi történik. Ugye ma Magyarországon már jogszabály szerint is az, aki 14 év fölötti ö, ö, szexuális izgalom felkeltésére alkalmas fotót készít, vagy tárol, vagy továbboszt, azért a gyermekpornográfia bűncselekményét valósítja meg, és van már erre precedens Magyarországon is, hogy, e, hogy így kezdődik egy fiatalnak a, hát nem az, hogy kezdődik, de hogy ez történik vele, hogy rendőrségi eljárás indul egy ártatlan kép megosztásból, ami nem mindig ártatlan. Szóval, hogy azért ez sokszor előfordul, ugye az a mennyi fotót csinálunk mi is. A mai 16 évesek között az, hogy amikor ők például együtt járnak, akkor osztogatnak meg abszolút ilyen képeket egymásról. Nem tudván azt ők sem, hogy hát ezt nagyon nem kellene, nem csak azért, mert hogy milyen felületeken osztják meg egymással, már az is önmagában egy nagyon veszélyes tényező, hiszen már ettől is kikerülhet, ugye, hát hol van zárt rendszer egy Facebook, vagy egy bármilyen közösségi média felület kapcsán, de mondjuk, hogyha ennek a kapcsolatnak vége szakad, és az egyikük úgy dönt, hogy ezt megosztja a baráti társaságával, hát akkor ott aztán ellenőrizhetetlené válik, hogy kihez jutott el ez a fotó, ki mit csinált vele. De ezekből az ügyekből van különben, ha visszatérve egy volt kérdésedről, milyen ügyekkel fordulnak hozzánk iskolai bántalmazás kapcsán. Ez például, hogy online képmegosztás, vagy olyan negatív, fényben feltüntető videó megosztása egymásról, az az azért magasan vezet, hogy ez az iskoláknak nagy probléma, és azt gondolom, hogy, hogy ezzel a gyerekek maguk sincsenek nagyon tisztában, hogy például ez egy veszélyes terep, hogy hogyan, milyen tartalmú képeket csinálunk egymásról, és aztán mit teszünk föl a digitális felületekre. A szexuális zaklatás változott így a közösségi média hatására? Mert az régen is egy nagyon megterhelő életesemény volt, és leginkább ugye fizikális kontaktusban merült ki, esetleg verbális szóban zaklatták a gyermekeket. A Kicsit azt érzem, ahogy így beszélünk ezekről a témákról, mint hogyha felgyorsult volna ez a, ez a rész, illetve sokkal könnyebb szexuálisan zaklatni gyermekeket. Nagyon könnyű, nagyon könnyű így az anonimitásban, meg az olyan ö, profilok, ö, ami 13 éves lánynak adja ki magát, de igazából mögött egy 60 éves férfi van, vagy fordítva, és illetve tudjuk, hogy már nem is kell, hogy ott konkrét személyek legyenek, hanem ezt már ö, tudják nagyon jól gépek is, vagy különböző algoritmusok is csinálni, hogy úgy becserkészni. a fiatal, különösen a fiatal korosztályt, akiben még 10-11-12 éves gyereknél hát, ö, ha ő utánuk érdeklődnek, vagy ö, akár ismer is nagyon jól tudják már, hogy mi hogyan kell megközelíteni azt a fiatal korosztályt. Esetleg a, a, a korábbi profiát, vagy a tevékenységét görgetve, hát ha valaki nagyon sok mindent hoz meg magáról adnak, ugye ez a veszélye is fennáll. Abszolút kiszolgáltatott abból a helyzet, hogy tudják, hogy hogy van, milyen veszteség érte esetleg az elmúlt időszakban, vagy, vagy, milyen lovagló edzésre jár délután. Szóval nagyon személyes információkat osztunk meg magunkról gyerekként is, akkor az nagyon nagy adóász azoknak a kezében, akik aztán meg akarnak gyerekeket keresni, akár ilyen célzattal is. A, a Csapda Neten filmet nem tudom mennyien látták, vagy ez egy dokumentumfilm készült. Az, <coughs> azt gondolom érdemes megnézni, mert ez egy nagyon jó látlelet arról, hogy, hogy a 10-12 éves korosztályt milyen pillanatok alatt lehet elérni, és nagyon gyorsan lehet esetleg fotót kicsikarni belőlük, ami, ami a szexualitást valamilyen olyan módon ábrázolja őket, amit ők aztán nem örülnének, hogyha azt a, mondjuk meglátnák a szüleik, vagy meglátnák a kortársaik, és hogy ez akár egy fél óra alatt is bekövetkezhet, vagy akár zsarolni lehet utána ezzel, erre is nagyon sok oktató videó van, szerintem szülőként, már sok mindent lehet ilyen téren is megtalálni a neten hol máshol, hogy, hogy akár oktató videó, akár dokumentumfilm formájában, hogy mik történnek, hogy a mesterséges intelligencia hogy veszi át, most már ezeknek a online ragadozóknak a szerepét, tehát már nem is kell, hogy ott tényleg ember álljon. Szóval szerintem, hogy érdemes ezeken a felületeken utána nézni, hogy mennyi minden történhet a gyerekünkkel. Szülőnek kell egy tudatosságának lennie akkor, illetve ismernie azt, hogy mi történik. Említetted ezt a 13 évet. Ez az, ami a legjobb gyermeknek a 13 év fölött használ közösségi médiát? Vagy ugye nagyon elhíresült az a, az a monológ, vagy nem is tudom, az a hír, hogy a különböző közösségi média média birodalmakat birtokló vezetőknek a gyerekeiket nem is engedik fel ezekre a platformokra. Beszélhetünk itt korhatárról, vagy leginkább itt a szülő-gyermek kapcsolat, ami meghatározza azt, hogy mikor érdemes ebbe a közegbe bele tenni a gyermeket. Egyrészt beszélhetünk korhatárról, mert hogy valami korhatár, mindig jó, ha meghatározunk, inkább csak ilyen iránymutatásként. De aztán gyorsan tegyük azt is hozzá, hogy a, hogy minden gyerek más és más, szerintem egy családon belül is nagyon más lehet, hogy az a tizen. 13 éves már a szülő úgy ítéli, hogy ő azért ö, ö, elég tudatos, és most már lehet rá jobban bízni, de lehet, hogy ott van a 15 éves, aki még mindig látszik, hogy ú, uh, nem biztos, hogy neki jó lenne, ö, hogy, ennyi, hogy fönt legyen ö, az ilyen oldalakon, bár 15 éves ez már nagyon nehéz szerintem mi koordinálni, hogy miközben mindenki, minden osztálytársa ott van, és azért nem csak a rossz oldalát meglátni például a közösségi média platformjainak, hanem ez a kapcsolattartás is szintere is, amiből esetleg ő kimarad de hogy én nem tudok azt hiszem válaszolni most még, szerintem erre utólag fogunk tudni majd sok év távlatából válaszolni, hogy a 13 éves kor az, az egyrésztről azt hiszem, hogy korai, mert pont ezek a tudatosságok, vagy a, a, a gyors reagálás, vagy egyáltalán a jó reagálás arra, hogy hogyan tudom megállítani azt, vagy hogyan tudok gondolkodni, miközben felnőttként se tudunk mi. Másrésztről meg tényleg a, a szülőgyerek, a legfontosabb abban, hogy a szülő ismeri jól a gyerekét abban. Csak erről meg az jut eszembe, amikor van egy nagyobb testvér, akinek 13 éves korában ezt megengedtük, akkor hogy fogjuk elmagyarázni a kisebb, tize, aki épp majd aztán eléri a 13 éves kort, hogy én nem adnám neked, szóval, hogy nagyon nehéz szerintem ezt jól, plán egy családon belül úgy megcsinálni, hogy, hogy a gyere, testvérek is nagyon el tudnak térni egymástól, ö, abszolút fejlettségben, érettségben, ö, a digitális eszközökhöz való érettségükben. Közben ott van egy kortárs közösség, ami nagyon nagy nyomás tud lenni, pláne, hogyha beszélünk a 13 éves korról, azért tudjuk, hogy a gyerekek nagyon nagy része a, sokkal korábban már ott van a Facebookon és az Instagramon, szóval szerintem kevesebb az a gyerek, aki amúgy mobil használó és még nincs fön a, ezeken a platformokon, úgyhogy ez nem is tudok igazán jó választ adni, adni erre. A Facebookon leginkább olvastuk a tartalmat, én néztük a képeket, az Instagram hozott áttörést abban, hogy ugye leginkább fotókat nézünk, és hogy már ké szöveges üzeneteket nem is nagyon, nem is üzeneteket, hanem leírásokat nem is nagyon ö, olvasunk. És akkor kicsit a TikTok, így a YouTube után meglovagolva hoztál azt a forradalmat, hogy gyakorlatilag már 15 másodperces videókat nézünk, és abból nyerjük az információkat, és folyamatosan pörgetjük ezeket az oldalakat. A gyerekekre milyen hatással lehet ez? Hát egyrészt ez az inger gazdagság, amit így ezt a nagyon felgyorsított inger áradatot, ezt azt hiszem felnőttként is tapasztaljuk, hogy ez nem jó. Tehát, hogy különösen szerintem este lehet ezt jól tapasztalni, hogy már csak, hogyha úgy alszunk el, hogy ilyeneket pörgetünk, akkor nagyon nehéz utána szépen lassan álomba merülni, mert hogy nem ez segíti elő, nem ez a rendszerünket nyomkodja, hanem inkább csak fölpörget. Hát pont ilyen hatással van a gyerekekre is, az esti, hanem a bármi használat, csak az esti használatnál lehet megfigyelni, amikor utána szeretnénk egy nyugalmas időszakot. Sokszor a szülő is használja az eszközt a gyerek lenyugtatására, most, most azért teszem időzőjelbe, mert hogy pont, hogy nem nyugtatja le a gyereket. Ö, amikor egy... Ö, lehet, hogy ez egy most egy kicsit távoli példa, de ugye amikor óvodás gyerekeknél szoktunk mesenézést ö, ö, megengedni nekik, vagy mesét néznek, akkor sokszor ö, elképedve nézzük azokat a gyerekeket, akik másfél órát ültek a ö, gép előtt, nézték a tök nyugodt mesét, tényleg nem a nagyon. Ö, mindenféle gyors dolgokat, de utána mégis nyugtalanok, vagy esetleg agresszívak. És hogy ez miért van? Mert nyilván azért, mert a belső képkészítésük, ugyanúgy, ami egy hallott mese amúgy okozna, hogy én úgy dolgozom fel, hogyha valaki nekem mesét olvas, ahogy én azt tudom, vagy ami a, vagy annyira ijedek meg a szörnytől, amennyire meg tudok ijedni gyerekként, de ha azt már kint van, ha ezt látom azt a szörnyet, meg ha azt látom, akkor nem indul meg a belső képalkotás, hanem van egy ilyen van egy ilyen távolság abban, hogy én mit élek át, és ugye minél kisebb a gyerek, annál nagyobb a igénye. Tehát az, hogy például egy mesenézés után kicsit megőrülnek néha a gyerekek, és pont nem lelassulnak, vagy annak lehet akár ez is az oka. Hogy milyen hatással van még másféle, nem csak így fiziológiai hatása a gyerekekre, szóval ez a nyugtalanság, akkor említhetjük azt a hatást, amit amúgy is a média gyakorol, meg sugal, főleg a kortárs kamasz közösségekre, hogy milyen ideálok vannak, hogy mik azok, amiket követnünk kell, hogy mi a menő, hogy én hogy nézek ki. Ez nagyon jó táptalaja lehet a bullying helyzeteknek is, hogy te hogy nézel ki, és ehhez képest én hogy nézek ki, és azért azt tudjuk, hogy ezeknek vannak nagyon hosszú távú hatásai a, a gyerekekre, nem csak az evés zavar kapcsán, hogy esetleg a, annak a vágya, hogy én is úgy nézhessek ki, akkor az milyen, hogyan kezdek el viselkedni, hanem hogy a kortárs kapcsolatokat is akár meghatározhatja, vagy így negatívan befolyásolhatja talán a szülőnek is érdemes ezekre az ideálokról beszélni, hogy ezek mennyire valóságos vagy mennyire valóság az, amit a közösségi médián látunk. Az Azért érdekes még szerintem ez a szempont, mert hogy a, szóval a sok szülő, ö, akár még magamat is belesorolhatom, nekem is vannak nagy ö, kamaszkorú gyerekeim, szóval nagyon könnyen szóljuk le ezeket a celebeket, vagy azokat a híreségeket, vagy a sportolókat, hogy az miért nem jó. Vagy akik olyan modellek, vagy olyasmi értékeket közvetítenek, amik a gyerekeink szerint értékes vagy menő. És hogy én azért azt tapasztalom, meg azt vettem észre, hogy nem ez annyira a jó út. Szóval, hogy lehet, hogy nekem van arról a véleményem. Szerintem az fontos is elmondani, hogy én magam úgy ezt gondolok, de hogy azzal, hogy leszóljuk, hogy hát ez új rossz, ahogy van, azaz gyorsan levágjuk azt, hogy be is csukja a fülét. Hogy, hát, szóval, hogy ez nem egy csatorna, amit, amit akkor a gyerekkel attól kezdve lehet erről beszélni, hanem én ezt magamnak is tanácsolom, <laughs> meg minden szülőnek, hogy Valahogy amikor így a, azok az ideálok, amiket a gyerekek a médiában vagy a online felületeken látnak, még hogyha az tőlünk nagyon távol is esik, szerintem ez sok esetben így van, azért valahol értsük meg az ő, ő oldalát, hogy ő kortás közösség miatt a kortás nyomás, vagy mi ma a menő, akár az öltözék szempontjából. Azzal együtt, hogy szerintem fontos, hogy meglegyen a saját véleményünkről, azért ne ő, nullázzuk le azt, hogy ő ezt miért tartja fontosnak. Beszéltünk nagyon sokat a szülőkről, a gyermekekről, illetve a pedagógusokról, viszont itt egy szereplő kimaradt, közösségi médiát birtokló személyek, akik ezt az egész rendszert megalkotják. Értem szerint tőlük nem várhatjuk azt, hogy olyan nagy szabályozásokat hoznak majd, hiszen. Gazdasági érdekek mentén nekik érdekük az, hogy minél többen szerepeljenek ezek ezen a platformon, és minél több adatot osszanak meg. Az államnak van-e esetleg ebben szerepe? Mennyivel van elmaradva a jogi környezet ebben a világban, ahol gyakorlatilag havonta új platformok nőnek ki? Hát, hogyha a magyarországi viszonylatokat nézzük, akkor, hogyha egy kicsit távolabbról indulunk, akkor azt tudom mondani, hogy 1989 óta van az ENSZ gyerekjogi egyezménye, amit Magyarország is aláírt 1991-ben, tehát attól kezdve 91 óta a magyar jogrendet is áthatja az, hogy a gyerekjogok az ENSZ gyerekjogi egyezményén alapulva mit jelentenek, mire van a gyerekeknek szüksége, és mitől kell őket megvédenünk, és ki a felelős ezért a védelemél, ahol az államnak azért fontos felelőssége van. Mivel 89-ben még nagyon távol voltunk attól az online környezettől, sőt, amiben most vagyunk, ezért nyilván akkor még nem tudott az ENSZ gyerekük egyezménye ezekre a dolgokra kitérni. Bár azért az, hogy az információhoz való joga, a tájékoztatáshoz való joga a gyerekeknek, az őt megilleti, az azért az online térre is értelmezhető, vagy az adatainak védelme, vagy a magánélethez való joga, vagy az erőszaktól való védelme, vagy a kizsákmányolástól. Szóval fel lehet azért sorolni, ami tulajdonképpen milyen jogok azok, amik amúgy az online tér is ugyanúgy megilletik. De ez nem volt kimondva, vagy nem volt leírva egészen 2021. január 1-ig, amikor az ENSZ gyerekjogi egyezménye egy újabb kommentárral egészült ki, és ez mondja ki tulajdonképpen azt, hogy a gyerekjogok az online térben is érvényesek. És ez szerintem egy fontos dokumentum, hogy, hogy ez azt jelenti, hogy azok a gyerekjogok, amiket megfogalmaztunk, nem az online térre voltak azok megfogalmazva, de hogy azért ö, annyi minden van, ami azt támaszta alá, hogy nagyon fontos, hogy azok ott is érvényesíthető ö, jogok legyenek és betarthatók. Azért nagyon sok, tehát ugye az, hogy az államnak a feladata az abszolút a, a elsődleges ebben, meg a jogalkotók feladata is. Természetesen az egy ilyen ország és ö, az, amire aztán hivatkozni lehet, vagy ö, ami jó lenne, ha a prevenció eszköze is lenne, de azért a jog ritkán szokott a prevenció eszköze lenni, azok általában vagyunk azokkal, a szab... már mind mi felnőttek vagyunk azokkal a szabályokkal, amiket hozunk, de azért sok minden történt az elmúlt időszakban. Ha az a kérdés, hogy le vagyunk-e maradva, akkor természetesen le vagyunk maradva, míg így Magyarország szinten is mondjuk a, ha így egy kicsit nyugatabbra nézünk az európai jogalkotás vagy az amerikai jogalkotásokhoz képest, ami az online tére vonatkozik, mondom, ez, ez, ez kikerülhetetlen, nem hogy kikerülhetetlen, hanem ez egy nagyon elemi és nagyon fontos feladat. NMHH azon keresztül az internet hotline, azt gondolom, hogy nagyon ö, fontos munkát végez abból a szempontból, hogy ott nagyon gyorsan tudnak már reagálni azokra az online térben történő bántalmazásokra, akár oda, ugye oda lehet az internet hotline-ra lehet jelenteni ezeket a fotókat, videókat, vagy olyan tartalmakat, amik valamilyen gyerekjogsérelmet okoznak. A Facebooknak is lehet jelenteni, az egy kicsit kis kevésbé jó reagálásuk, de az internet hotline azért ez az egy olyan felület, amiről jó lenne, ha sokan tudnának, mert még most sem tudnak szülők sem, és pedagógusok sem, hogy van azért hova fordulni akkor, amikor valami ilyen baj történik. Vannak esetleg, említetted ugye Amerikát, olyan országok, ahol van, már is sokkal előrébb járnak így a szabályozásban vannak esetleg olyan változások, amiket esetleg Magyarország is átvehet jövőben? Én kevésbé a szabályozásokat tudom, inkább az ilyen precedens ügyeket, ami persze nem a jó oldala, de hogy milyen következményei vannak annak például, hogy egy szülő gyerekkorában posztol a, a gyerekéről, majd ez a szülő felnő, és Franciaországban, Angliában, szóval nem is olyan nagyon messze tőlünk, sajnos nagyon sok perindul, sajnos vagy nem sajnos, de elég sok perindul, amit a gyerekek indítanak a szülőikkel szemben, kizáról ilyen ö, ügy miatt, vagy a nagyszüleikkel szemben, és azért a legtöbb esetben ezt meg is nyerik, hiszen ott van feketén-fehéren, hogy mi történt. Szóval ezt azért érdemes ö, ilyen oldalról is így kinézni, hogy milyen Errefelé felé halad a világ, milyen következménye van annak, amit most csinálunk, és, és szerintem sose késő ezt lehet, sose sekéső ebben változni. Tehát, ha én egy olyan szülő vagyok, aki most esetleg azt gondolja, hogy fú, hát én azért sok fotót szoktam megosztani, és még már 10x éves a gyerekem, most mit tudok tenni, akkor azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy sose késő ebben leállni, és bevallani azt, hogy hát esetleg ezt nem olyan jól csináltam, és hát, hogyha már ilyen nagy a gyerekem, akkor vele átbeszélni, hogy én akkor, hogy ez egy fejlődési folyamat, hogy a szülőség az egy tanulható dolog, és hibázni mindannyian hibázunk. Nagyon sokszor az online térrel kapcsolatban is, de, de nem baj, hogy ezeket, sőt, nagyon jó, hogyha ezeket felismerjük. Valószínűleg most is egy csomó mindenben hibázunk, amit majd csak később ismerünk fel. Ha már akkor a gyerekünk ezt vele így jól megbeszélni, akár úgy levenni, hogy tudjuk, hogy levenni Igazából már nem lehet de, hogy már mint hogy az nyilván visszakereshető, de ugye őt jobban bevonni, vagy, vagy tudatosabban posztolni ezután, vagy a saját gyerekünknek a mobil eszközén délut, vagy holnap megnézni, hogy hogy vannak beállítva az a privacy beállítások mondjuk az Instagramján. Szóval szerintem nagyon sok mindent tudunk tenni, akár így a szűrő programok beállításával, akár a, a szoftver ellenőrzésekkel is, azon kívül hogy beszélgetünk a gyerekekkel. Ú, úgyhogy én azért azt erősíteni, hogy nem vagyunk eszközték ennek sok minden tudunk már, hogy mi történik és ennek milyen hatása van, és hogy ebben azért már lehet sok segítséget is kapni szülőként. Hogyha valaki hallgatja ezt az adást, és azt érzi, hogy nem elég ez a tartalom, és szeretne sokkal többet hallgatni, akár az adatvédelemről, akár az internetes zaklatásról, akár más egyebekről, amiről szó volt, tudsz esetleg azon túl, amiket meséltél felületeket mondani, ahol utána tudnak nézni ezeknek a tartalmaknak? Hát, simán Google keresésben is nagyon sok tartalom lesz, de akik így, akiket én nagyon jó szível ajánlok, az például a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány nem csak azért, mert ők valódi segítséget adnak azzal, hogy van egy felhívható telefonszámuk és egy elérhető szolgáltatásuk a gyerekek számára, és a szülők számára is, hanem azért, mert ezekben a témákban, amikkel ők találkoznak a napi szinten a, a segélek, ö, a segélyvonalukon keresztül, ezeket fel is dolgozzák, szóval nagyon sok információ a honlapjukon ennek a hátteréről, a következményeiről, mindenről, amiről mi is beszéltünk, a sokkal bővebben is megtalálható, illetve szakértőket is szólaltatnak meg. Szerintem az UNICEF Help App ö, applikációja is egy olyan hasznos valami, de, amit rá lehet tölteni a gyerekeknek, a, ö, utána lehet nézni szülőként, majd letölteni a gyerek mobileszközére. Szóval nehéz nem ilyen tartalomba belefutni akkor, hogyha amúgy én ilyen tartalmat keresek. Múltkor én egy olyan, tehát hogy nagyon sok akár hirdető felület is van, ak, amik uh, nagy cégek, mint a Telekom s csinálnak olyan kampányokat, amik abszolút ezeket a, a szülőket célozzák meg, hogy abban a tudatosságot erősítsék, hogy mit okoz a mesterséges intelligencia, hogyan tud uh, egy ilyen milyen szerepekből tudja esetleg nem csak a pozitív oldalon, hanem a negatív oldalon is a mesterséges intelligencia gyerekek kapcsán milyen problémákat tud okozni, szóval nem is emelnék ki uh, még uh, többet, mert szerintem nagyon sok van, ami, ami ebben segít, és olyan is olyan kis videó is van, amit a gyerekünkkel együtt tudunk megnézni, vagy át tudjuk neki küldeni, hogy hát szerintem ezt érdemes lenne neked is ö, megnézni, vagy megnézzük közösen. Szóval használhatjuk az online felületet arra, hogy egy kapcsolódás legyen abban a gyerekünkkel, hogy, hogy közösen nézegessük meg, hogy na hát itt mik vannak, amire jó lenne figyelni. Az olyan érdekes, hogy ugye az online térre mindig úgy tekintünk, ami elválasztja a családokat, és hogy akár egy közös videónézés, vagy egy közös élmény lehet az, hogy, hogy együtt töltünk az online térben időt. Végezetül tudom, nem vagy jós, szóval, hogy nehéz így a jövőről beszélni. Szerinted milyen irányba fognak elindulni ezek a témák, amikről beszéltünk? Várható, hogy lesz akár egy jogi szabályozás, vagy a szülők tudatossága javulni fog, vagy tényleg akár új problémák jelentkezhetnek a jövőben? Te mit reménykel? miben reménykedsz mi az ami szerinted ez abszolút egy subjektív uh -huh. uh, válasz hogy miben miben reménykedhetünk szerinted hát az hogy miben re, mit remélek én és mi lesz a valóság az lehet hogy el fog tenni amit én remélek inkább a, arról beszélnék hogy azzal hogy hogy ez nem egy távoli dolog tőlünk, tehát nem Afrikában történik, ami tört, hanem a mi gyerekeinkkel történnek ezek a dolgok, ezért egyre többünknek van olyan tapasztalata, remélhetőleg kisebb súlyú, de azért mégis a környezetünkben, az ismertségi körünkben, gyerekek körül, vagy akár már felnőtt egy olyan generáció, akivel meg, aki már ugye maga is mobilhasználó volt, és esetleg vannak ebben rossz tapasztalatai, ők tudatosabb használók lesznek, vagy a rosszabb tapasztalataink kapcsán, vagy, az a, vagy, vagy többet hallunk, Ezekről a kérdésekről, mert azért az, az biztos, hogy egyre többet beszélünk erről szerintem. Szóval, hogy a reményem azért mégiscsak az, hogy a, a tudatosság az, ha már néhány szülőbe áttöri a falat, az már, azzal már szerintem sokat tudunk segíteni. Nagyon jó lenne, hogyha, hogyha egy kicsit gyorsabbá vál, mint a amilyen gyors ez a fejlődés a digitális eszközöknek, meg a, meg a háttér, meg a nagy cégeknek a fejlődése. Azt a gyorsaságot szerintem így nem emberi lépték, és ezt mi nem tudjuk felvenni, de hogy meg is mit tudunk tenni ebben. Arra hogy most ez az analógia jut eszembe, hogy amikor arra az a rengeteg pláza épült hirtelen egyik napról a másikra minden nagyvárosba Budapest Este nagyon sok, és azt gondoltuk, hogy akkor vége van a kávéházaknak, vége van a kis moziknak, vége van ennek a kultúrkörnek, akiket ez inkább jobban érdekelt, De aztán mégis azt vettük észre, hogy így visszaszivárogtak. Szóval, hogy, hogy van, egy, van egy ilyen felfutása annak, ami nagyon érdekes, nagyon új. A digitális eszközök meg az online élet kapcsán, ez nyilván sokkal hosszabb dolog, mint, a, mint egy pláza kapcsán. De hogy van abban hát inkább reményem, mint bizodalmam, de reményem mindenképp van, hogy, hogy ebben ugye nagyobb tudatosság valahogy el tudja hozni azt, hogy akkor van egyfajta visszalépés, és a saját eszközhasználatunkra például a ránézés már nagyon sokat segít abban, hogy aztán a gyerekek eszközhasználatát, vagy a online jelenlétét sokkal jobban tudjuk érteni, és így szabályozni is. Podcast felvétel helyszínét a Brainbash stúdió biztosította. Köszönjük nekik jó célú és jótékony lehetőséget. Amennyiben szeretnéd te is támogatni az Onkoviár munkáját, akkor kérlek látogass el a weboldalunkra az onkoviarhu ra vagy pedig az onkoviar.hu per támogatlak felületre.